Steven Spielberg a valahelyet egyik legjobb rendezők közé sorolható, aki nem csak egy olyan ikonikus franchise teremtettem, mint az Indiana Jones, hanem 93-ban beleásta magát a dinoszauruszok világába, és elkészítette a mára már felejthetetlen Jurassic Parkot. Ahogy az előző Jurassic Park kritikában is említettem, végig fogunk menni az egész franchise-on, és a mai videóban a 97-es folytatást, az elveszett világot fogjuk megnézni. A történet annyi, hogy az első film egyik túlélője, a káosz elmélet megszállottja, ilyen megkom elhűlve értesül Hemontól, hogy létezik egy második sziget is. Hemond arra kéri a férfit, hogy utazzon a szigetre és tanulmányozza az új élet kezdetét. A férfi természetesen hallani sem akar a dologról, mégis útra kell, amikor megtudja, hogy a barátnője, Szara Harding paleontológus már a bázison van. A szigeten a dinókon és a barátnőn kívül azonban másokkal is találkozik, egy filmes tábbal és egy fanatikus vadász, aki ki szeretné egészíteni gyűjteményét egy T-rex Ilyen mindent megtesz annak érdekében, hogy barátnőit biztonságban tudhassa, és hogy a dinoszauruszok ne hagyják el a szigetet. Remek első film után, remek a folytatás. Hiányosságok azért itt is akadnak, hiszen Sam Lill és Raul a Dern nem szerepelnek a filmben. Első nézésre sok néző biztos furcsát tesz a döntést, többek közt én is, amikor először láttam az elveszett világot, de simán tud így is működni a film. Az pedig már már tudjuk, hogy a két későbbi részben feltűnik ez a két karakter. Jeff Goldblum karakterének pedig nagyon jót tett, hogy szinte az övé a főszerep. Az elveszett világ egy méltó folytatása a 93-as első Jurassic Park filmnek, de azért nem tud felérni hozzá. A történet nagyon jól van kivitelezve, hogy miként kell megint visszatérni a szigetre. Igaz, ez egy másik sziget. Persze erre rá lehetne mondani egyébként, nekem teljesen ez jutott eszembe a Star Wars-ban a halálcsillag, de és rá lehet mondani, hogy már megint ugyanaz, de itt a Jurassic Parkban szerintem sokkal jobb az indok, hogy miért volt szüksége egy másikra, mint a Star Wars-ban. És a második halálcsillag még ott, ott még akár el is fogadható, de a Starkiller bázis az már kevésbé. A karakterekkel semmi gond sincsen, egyedül Jeff Goldblum karakterének lánya furcsa volt kicsit, van egy érzése az embernek, hogy teljesen nem illik bele a képbe, de legalább film végére egy kicsit meg lehet kedvelni a karaktert. A karaktereknél a legnagyobb gondom, hogy elképesztően idióták. El van mondva az embereknek, hogy nem szabad ennyire kíváncsinak lenni, és hogy csöndben, mozdulatlanul kell lenni, miközben t támadás alatt állnak, de ezt nem tartják be, és sikoltoznak. Valahol érthető, mert hirtelen ki tudja, hogy, hogy hogyan reagálnánk egy ilyen helyzetben, de ha nem akarunk meghalni, akkor szót kéne fogadni, és bizony be kéne tartani a természet szabályait. Dinoszauruszokból így sincs hiány, látunk ismerős arcokat és újakat is mutatnak nekünk a rendezők, amik még mai szemmel is csodálatosan és félelmétesen néznek ki. Szóval a filmben látunk kompikat, Gallimimuszt, mamencsiszaurus, pacsikat, parasaurus, teranodon, stegosaurus, t-rexet, triceratops és velociraptort is. És zseniális döntés volt, hogy a jól bevált és megszokott dinók mellett Spielbergék újakat is bemutattak. A filmben a két dino főnök is visszatért, a T-Rex, pontosabban t rexek és a velociraptorok. Ismét ikonikus jeleneteket fűzhetünk a két fajhoz, amik már már szinte felejthetetlenné váltak. Gondoljuk csak a buszos jelenetre, amikor a két dino lelöki a hegyoldalról a járművet, vagy amikor van a Chester és Julian Moore karaktere a sátorban találkoznak a csúcsragadózóval hidegrázós és félelmetes jelenetek. A hangokkal tökéletesen bánnak ezeknél a pillanatoknál, és ugyanez elmondható a zenénél is. Félelemkeltésben és hangulatteremtésben továbbra is hibátlan film az elveszett világ, ahogy az elődje is az volt, továbbá még a raptorokat sem felejthetjük el, amikor a magas vadásznak a szigeten ragadókra, egészen elképesztő jelenetek. A helyszín választás változatosra sikerült, hiszen a második rész nem csak a szigeten játszódik, hanem a dinok ember a földön is vadásztak még egy városban. Ez is egy remek ötlet volt, hogy máshová is áthelyezték a sztorit, és minimálisan bemutatták, hogy mi történne, ha egy T-rex elszabadulna a lakott területen belül. Ez megint vajon minek volt köszönhető, Hát persze, hogy a pénznek, mert a pénzéhes új tulajok kitalálták, hogy nem volt elég a múltkori botrány, most szándégomban fognak parkot nyitni, méghozzá természetesen nyilvánvalóan élő dínókkal. Ismét itt is előkerül ez a társadalom kritika, ami az első részben is minimális előtért kapott, ugye ami nem más, mint a pénzéhesség. És azonban mindennek megvan az eredménye, aki előidézte a bajt, az meg is kapta a jutalmát, és teljesen jogosan, legalább T-rex barátunk kicsit jól lakott. Összességben az elveszett világ egy remek folytatás, de nem hibátlan. Új dínókat, új karaktereket láthatunk a filmben, és Jeff Goldblum főszereplővé tevése egy kiváló döntés volt a készítőktől, akinek pedig tetszett az első rész, annak ez is fog, és továbbra is csak azt tudom mondani, mint eddig, a Jurassic Park filmek olyan darabok, amik során egy csodálatos élménnyel gazdagodhatunk, még a mai napig is. Viszont ez a videó ennyi lett volna, mindenképp írjátok le, hogy mennyire szerettétek a második részt, a szokásos dolgokat, like, feliratkozás, komment, megosztás, ezt mind tegyétek meg, legközelebb találkozunk, szevasztok!